Köszöntöm nézőinket! Önök a Budakalász ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Kutyatámadás. Nyilatkozott a megsebesített budakalászi hölgy. Tűzkár. Egy három generációs család otthona semmisült meg Pomázon. Állati nap. A telepi óvoda alapítványa számára gyűjtöttek a családi sportnapon. Súlyos sérüléssel járó kutyatámadás történt vasárnap Budakalász egyik kedvelt turista útvonalán. A sebet szakszerűen ellátták a Honvéd Kórház kisműtőjében, a sérült feljelentést tett, az eljárás elindult. Az állatorvos és a rendész is a gazda felelősségét hangsúlyozza az ilyen esetekben. Ott jártunkkor már meg volt kötve az a kutya, amelyik vasárnap megtámadta Németh Petrát, aki évek óta jár kutyáival sétálni a Holló forrás környékére. Az állatbarát áldozat a közösségi médiában osztotta meg a sebeiről készült fotókat megelőzésként és figyelmeztetésként, mert az útvonal egyben közkedvelt turistaút, ahol kerékpárosok és kirándulók járnak gyakran. A szokott útvonalunkon mentünk a kutyáimmal sétálni, és az itató előtt már behívtam őket, pórázra tettem, mert a Kőbányai út és a Hollóforrás kereszteződésében van egy elkerített rész, ahol egy hölgy különböző jószágokat tart, és egy kutyával őrzi őket. Ez a kutyus gondolkodás nélkül, mikor elhaladtunk, kibújt a rozog a kerítés alján, és a lábamnak esett, és beleharapott a vádlimba. A kutya gazdája stábunknak nem akart nyilatkozni, de telefonban elmondta, hogy nagyon sajnálja a történteket, a kutyát azóta megkötve tartja. Kutyatámadások mindig is voltak, és mindig is lesznek, amíg a szemlélet meg nem változik. Itt is, mint egy csomó minden mögött, ugye az ember áll, soha nem az állat a hibás, mindig az ember. Alapvetően azt felejtjük el, hogy a kutya egy ragadozó állat. Jó, hogy minimum 12 ezer évvel ezelőtt háziasították, de akkor viszont gondoljuk végig, hogy mire kellett az állat sok-sok ezreden keresztül, nyilvánvalóan először vadászatra, később aztán területvédelemre, a jószágok védelmére, illetve később a harcászatban is szerepet kapott. Ahogy ugye Erdélyben a medvére mondják, hogy a medve nem játék, de a kutya sem játék. Éppen ezért, aki kutyát vesz magához, az egy csomó felelősséget is a nyakába vesz. Na ezt sajnos egyre inkább szeretik elfelejteni a gazdik. Most ugye megint egy ilyen divatos hír, hogy az erős autókhoz, sportautókhoz esetleg külön jogosítvány kellene. Hát a kutyákhoz egyáltalán nem kell jogosítvány, pedig szerintem egyébként kellene. A lényeg a dolognak az, hogy egyszerűen olyan felelősséget veszünk a nyakunkba, amiről sok esetben azt se tudjuk, hogy mivel jár. Jelen esetben a kutyatámadásoknál az alaptétel, hogy a kutyáknak bent van a helyük. Teljesen mindegy, hogy most ez lakásban tartott ebb, kertben tartott ebb, vagy pedig tanyán tartott. Tehát az, hogy kint rohangászik az állat, ilyen nincs elméletben. Kutya vagy más állat támadása esetén mindenképpen értesíteni kell a városrendészetet, hiszen hatósági személyként tudnak intézkedni. Az elsődleges szempont az, hogy arról meggyőződjünk kutyatámadásnál, hogy az ebb oltott-e. Ezen kívül mi nyilván az ebbnek a tulajdonosát fel tudjuk kutatni, illetve az ismert, akkor igazoltatni tudjuk, adatait fel tudjuk írni. Ez később a sértetnek nagyon fontos lehet, mert a második lépés, hogyha személyisérülés történt, akkor javasoljuk mindenképpen, hogy vegyen fel egy orvosi látleletet, ez később egy kártérítési eljárásban bírhat jelentőséggel, illetve a rendőrséghez tegyen feljelentést, mert ugye ez gyakorlatilag egy testi sértésnek valamilyen foka lesz majd az a sérülés, amit ő elszenvedett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a kutya oltott volt. Petra jelenleg még bicegve jár, de remélhetőleg hamar meggyógyul, hiszen sebét nem csak orvosok látják el, de még saját tacskója is gyógyítja. A környezetvédelem és szemléletformálás jegyében Budakalászon a lakók között 5000 komposztládát osztott szét az önkormányzat. Tájékoztat a Komposztálj Budakalász programsorozat zárásáról sajtóközleményében Budakalász város önkormányzata. A közszolgáltatással érintett ingatlanokon a komposztládák mellett a biohulladék begyűjtéséhez szükséges tárolóeszközök is igényelhetők voltak. A fejlesztés eredményeként összesen 4020 barna kukát osztott ki az önkormányzat. 2023 tavaszán indult el a Komposztálj Budakalász szemléletformáló kampány programsorozat, amelynek célja az volt, hogy a hétköznapi életünk része legyen a komposztálás, a zöld hulladékok helyben újrahasznosítása. A projektről bővebb információkat
a www.budakalász.hu oldalon olvashatnak. Egy életmunkája, egy három generációs család otthona semmisült meg, illetve vált lakhatatlanná egy tűzvészben Pomázon vasárnap. A bajba jutottak megsegítésére összefog a művésztársadalom, a civilek és a város. A jótékonysági esten kívül pénzbeli adományt is gyűjtenek egy külön erre a célra nyitott számlára. Ez az a ház, ahol a tető és a teljes felső szint leégett. Az alsó szint elázott, és így mindene megsemmisült egy három generációs családnak a vasárnapi tűzvészben és az azt követő oltásban. A katasztrófában károsultak megsegítésére összefog Pomáz, erre biztat mindenkit a gyors segélyt küldő településvezető is. A tűzeset után azonnal meg se vártuk, hogy a károsultak bejöjjenek a polgármester hivatalba segélyt kérni. Már reggel intézkedtem, hogy azonnal menjenek a helyszínre a hatósági osztály munkatársai, és van egy helyi szociális rendeletünk, amely szabályozza a krízis bekerült családoknak a segélyezését, és ezt mind a három családnak ezt a gyors segélyt azonnali hatállyal kiutaljuk. Ez szerintem mai nap folyamán ez a határozat meg is születik, és az átutalásról is gondoskodunk. A várt pénzbeli vagy lakhatási felajánlás mellett a család barátai, a pomázi művelődési házat vezető színésznő és férje a saját eszközeikkel igyekeznek segíteni. A közösségi médiában publikált videós felhívásukra özönlenek a felajánlások a művésztársadalomból, hogy egy jótékonysági est bevételével segíthessenek a bajba jutott családnak. Szerencsére annyira nagy lett a népszerűség ennek a videónak, annyira sok megosztást kaptunk, hogy nagyon sok emberhez eljutott. Mi célzottan el is küldtük a mi ismerőseinknek, művészeknek, énekeseknek, színházi kollégáknak, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nem árulhatunk el még neveket, de az biztos, hogy egy varázslatos estének lesznek tanulni azok, akik eljönnek, és valóban azt érzem, hogy ez tud olyan emelkedett este lenni, ami egy ilyen célhoz szükséges. És ahogy a Darinka is, meg én is arról beszéltünk tegnap, hogy egy ilyen helyzetben a legfontosabb szerintem számukra az, hogy azt érezzék, hogy nincsenek egyedül, hogy ott vannak mögöttük az emberek, hogy van összefogás, és együtt sokkal könnyebben át lehet vészelni egy ilyen bajt is, ami igazából fel sem fogható szerintem. A jótékonysági est szervezőit is meglepte a kulturális élet különböző szereplői, színészek, néptáncosok, pop és komoly zenészek között kibontakozott nagy karitatív összefogás, ami annak a videónak köszönhető, amelyet első döbbenetükben közzétettek. Rettenetesen el voltunk keseredve, én még mindig a sok hatása alatt vagyok, mert nyilván ez minden esetben szörnyű dolog, tehát amikor egy családnak tulajdonképpen az egész élete pillanatok alatt füstbe megy, az egy tragédia, de amikor így hirtelen szembesülsz azzal, hogy a körülötted lévő ember, akit nagyon szeretsz, csupa mosoly, és ahányszor találkozol vele, ő az, aki mindig pozitív, és soha nem foglalkozik negatív dolgokkal, egy ilyen emberrel ez megtörténik, akkor így kapkodod a levegőt, és nagyon-nagyon hirtelen jött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk valamit, tegyük ki ezt a videót, és elképedvel nézzük azt, hogy én az előbb ránéztem, és hogy már ilyen százezreket ment a videó, 500 megosztások, emberek számlaszámot kérnek, és utalnak is, mert egyébként erre is van lehetőség. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy ilyenkor látszik az, hogy igenis van jóság, igenis van összefogás, és én most nagyon-nagyon boldog vagyok, mert mi úgy fellőttük ezt az étterbe, és akkor egyszer csak most itt vagyunk, olyan nevekkel, hogy azt mondtuk, hogy wow, és bízunk benne, hogy nagyon-nagyon szuper estét tudunk összehozni, és szerintem ez egy nagyon boldogság, és ez reményt ad. Ha ön is úgy érzi, hogy szeretne részese lenni ennek az összefogásnak, akkor a képernyőn látható számlaszámra utalással hozzájárulhat a pomázi család életének újjáépítéséhez. A közleménybe kérjük, írják be, hogy adomány. Mezítlábas ösvényre és új kültéri játékokra fordítja az Állati Jó Családi Sportnapon befolyt összeget a Budakalászi Telepi Óvodásokért Alapítvány. Az óvoda udvarának fejlesztését az önkormányzat is támogatja. A szeptember 30-ai szombati rendezvényen az állatvédelemre és az állatok iránti szeretetre hívta fel az óvoda a résztvevő családok figyelmét. A telepi óvoda a környezettudatosság jegyében
több mint 15 éve szervez hasonló közösségépítő családi programokat. Ijesztő állattá változott néhány telepi ovis szeptember 30-án szombaton. Nem csak színházasat játszhattak a régi és új óvadások az intézmény udvarán. Ilyen hosszú, hosszú bodász. Na? És még van, mert azért is. Sárga? Ó, még abból sincs elég. Volt, aki pillangót hajtogatott, vagy halat fogott. Néhány ügyeskező szülő az arcfestést is kipróbálta. Mi voltál, Bence? Miket próbáltál ki? Focsit, ugyelmet, meg állatgyógyítást, meg mindent kipróbáltam. Mi az, hogy állatgyógyítás? Ott az édgőnőnél. Mit jelent az, hogy állatgyógyítás? Mit csináltatok ott? Az állatokat nem mentettük. A többi között plusz állatok gyógyításával hívta fel az állatok védelmére a figyelmet az óvoda. Volt olyan, aki kisiskolásként jött vissza az óvoda szombati rendezvényére. Hogy tetszik neked ez a nap eddig? Nagyon jó. És jó is lenni, mert mivel már iskolás vagyok ezért, de a tesóm miért végül 5 éve tudunk járni ide az óviba, és így találkozni az óvónénikkel. Hiányoznak az óvónénik? Uh-huh. Már egész nyár óta hiányozott az óvó. A jókedvhez a pónicikli, a zsákbamacska, a horgászat, a hasongurulás, a mezítlábas ügyességi játékok és az állatos játékvár is hozzájárult. Az állatsimogatóban most nem a négylábúaké volt a főszerep. Köszönjük, drágám! Gyere, Juli! Ügyesek, bátrak! A program szervezője a közösségépítést, az ismerkedést és a jó beszélgetéseket tartja a legfontosabbnak. Napocska pénzzel fizetünk, a napocska pénz, ami óvinknak a pénze, meg a jelképe, a napocska, és a büfében, a büfében a szülők hozták a süteményeket, az innivalókat és mindent, amit napocska pénzzel lehet megvásárolni. A vattacukrot is felajánlotta egy család nekünk, és ingyen adják az alapítványunknak, és a szülők pénzért veszik a gyerekeknek, hiszen ez a rendezvény az alapítványunk bevételét gazdagítja, és az önkormányzattal megbeszéltük, hogy ezt a bevételt az udvar továbbfejlesztésére fordítjuk velük karöltve. A telepi óvoda több mint 15 éve hívja fel rendezvényeivel a figyelmet a környezet és állatvédelemre. A változékony időjárás és az egyre rövidülő nappalok óvatosságot kívánnak a túrázóktól. Hívja fel a figyelmet a Pilisi Parkerdő ZRT, hozzátéve, hogy a kirándulás során óvjuk környezetünket is. Fenntartható túrázás alatt olyan természetjárást értünk, ami nem okoz többletterhelést az erdő élővilága számára. Ha kirándulásaink során ügyelni szeretnénk, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat, az alábbiakat tartsuk szem előtt. Kerüljük el a népszerű utakat, kevésbé látogatott helyekre menjünk, így csökkentve az erdők emberi jelenlétből eredő terhelését. Maradjunk a kijelölt úton, mert ha letérünk róla, felborítjuk az erdei ökoszisztéma egyensúlyát, ráadásul nem is biztonságos. Vigyük el szemetünket, ami magától értetődő, sokak mégsem teszik. Tiszteljük jó vendégként az erdő élővilágát. További tanácsok olvashatók a Pilisi Parkerdő ZRT hivatalos honlapján. Végül a várható időjárásról. Csütörtökre elvonul a front, mögötte sok napsütésre készülhetünk, amit inkább csak változó vastagságú fátyol felhők szűrhetnek. Csapadék nem lesz. Kora reggel helyenként párak, ködfoltok képződhetnek, 5-12 fok közé hűl a levegő. Délután 20-25 fok várható. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Súlyos sérüléssel járó kutyatámadás történt vasárnap Budakalász egyik kedvelt turista útvonalán. Egy 3 generációs család otthona semmisült meg, illetve vált lakhatatlanná egy tűzvészben, Pomázon vasárnap. Az állatok iránti szeretetre hívták fel a családok figyelmét a telepi óvodában megrendezett sportnapon.
Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk, amelyben a Szülők-Nevelők Akadémiájáról láthatnak összeállítást. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatóak vagyunk közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy első között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!